Gratulálok, nagyon jól szerepeltél a gimnáziádén, de mire számítottál, amikor kimentetek? Amikor kimentünk, arra számítottam, hogy lesz egy döntőm a 200 pillangóból, és a többiből olyan 12-13 környékén fogok elhelyezkedni. Mitől voltál ilyen szerény, vagy ilyen kevéssé magabiztos? Mert ugye itt a világról beszélünk, itt a világból a legtöbb ember ott volt, és ötletem sem volt, hogy például Ázsiában, meg Amerikában, hogy milyen úszók vannak. Úgy hallottam, hogy 50-en és 100-on pedig beállítottad a saját eddig legjobb idődet. Tehát akkor az nem voltál rossz formában? Hát igazából csúcs plusz 2 tizedet jöttem mind a kettőn, nem volt egy éném, de nagyon jól ment ahhoz képest, amilyen felkészülésünk volt eddig. Köszönjük szépen a gratulációt. Nagyon örülünk, mert nálunk az úszásban ez most a 7. hetünkre esett a felkészülésbe ez a verseny, és nálunk úgymond még ekkor nincsen forma, úgy látogattunk el Bahrainba. Úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy milyen a mezőny, a nemzetközi mezőny. Úgyhogy nagyon örültünk, mert ez egy világjáték volt, majdhogy nem az első ilyen kis világbajnokságnak mondható ez szinte, mert nekünk nagyon erős volt a mezőny, nagyon erősek voltak az ellenfelek, nagyon komolyan vették az ilyen ISF rendezvényt a világon, nagyon sokan jöttek, rengeteg úszó volt, erős úszók voltak, jöttek a kínaiak, a dél-amerikaiak, és extrát kellett nyújtani ahhoz, hogy ilyen jól ússzon Dávid. Tehát akkor most meglepted te a mezőnyt, a 200-zal nyilván nem, ott azért számítottál a győzelemre? Ott a legjobb 8-ra számítottam ott is. Csak? Hát itt 18 évesek és fiatalabbak versenyeztek, és ahogy mondtam, nem tudtam, hogy Európán kívül milyen erősek itt az ellenfelek. Mire számítottok az országos bajnokságon, felnőtt bajnokságon, a rövid pályáson, ami most lesz a hétvégén? Hát bizakodóak vagyunk, igazából csodát nem tudok vele tenni most 4-5 nap alatt, úgyhogy elkezdtünk újra úszni, amint hazajöttünk, dolgoztunk hétvégén is. Muszáj elmenni a rövid pályásra, mert úgy érzem, hogy akár egy kis szerencsével, akár érmet is csíphet el 200 méter pillangón, sőt, akár 50 pillangón is, de abban egészen biztos vagyok, hogy a legjobb 5-ben benne lesz 50-en is és 200-an is. És azt mond nekem, mire számít az most hétvégén? Ugye nyilván 200-on szerintem nagyon sokra viheted akár. Hát aminek nagyon örülnék, hogyha mind a háromból tudnék eldöntőzni, azon belül meg már többi mindegyik öröm lenne.